Jó napot kívánok, köszöntöm a Pannon Televízió Szubjektív című műsorának nézőit. Még mindig itt vagyunk Kishegyesen, a Vajdasági Szabad Egyetem helyszínén, és Guld Ádámmal beszélgetünk, aki média kutató és kommunikációs szakember. Köszöntelek a műsorunkban. Szerint. Hát hogy lesz valaki ilyen média kutató, sőt sztárkutató, mert hogy neked a sztárok a szakterületed? Ennek elég hosszú története van, tulajdonképpen én egy klasszikus kommunikációs médiatudományi képzésen vettem részt, eredetileg újságíró szerettem volna lenni, és akkor az egyetemnek az utolsó pár évében tűnt az fel nekem, hogy lehet egy másik nézőpontból is a médiával foglalkozni, és ez akkor sokkal izgalmasabbnak és érdekesebbnek tűnt. Tulajdonképpen az egyetem elvégzése után rögtön a doktori iskolát elkezdtem, és utána az egyetemen tanítottam azóta a kutatással, tanácsadással, és gyakorlatilag marketinggel is foglalkozom az utóbbi években. Te a Szabad Egyetemen ismertség és hírnév témában tartottál előadást. Hát a mai világban itt, 2018-ban, hogy lesz valaki ismert, hogy lesz valaki sztár? Nagyon sok útja van. A klasszikus utak, a hagyományos utak sem zárultak le, tehát azt gondolom, hogy mai napig is a filmipar, a popipar, a televízió sok híres és ismert ember termel ki. Ami igazán újdonság és ami izgalmas, és engem alapvetően ezt foglalkoztat, az az, hogy a közösségi médián keresztül, közösségi oldalakon, YouTube-on például, vagy Instagramon keresztül hogyan lehet ismerté, akár sztárrá válni is. Azért nagyon izgalmas és érdekes a probléma, mert hogy ez egyben egy generációs kérdés is. Ezek a fiatalok, jellemzően fiatalok, akik mostanában ezeken a felületeken válnak sztárrá, ők az úgynevezett Z-generációnak a tagjai, tehát akik 95 után születtek. Ebből az is következik, hogy ezeket az online hírességeket, sztárokat az idősebb generációk jellemzően nem is ismerik, sem az arcukat nem ismerik fel, és a nevükről is általában nem is hallottak. És mit tudnak ők? Kell valamilyen produkció, valamilyen tehetség ahhoz, hogy internetes sztár legyen valaki? Nagyon változatos a kép ebben a tekintetben is. Általánosabban azt lehet mondani, hogy nem. Tehát, hogy ez egy olyan sajátos környezet, egy olyan sajátos kulturális mechanizmus, ahol nem feltétlenül hagyományos értékek érvényesülnek, nem feltétlenül kell nagyon szépnek lenni, nem feltétlenül kell kimondottan tehetségesnek lenni, még az sem biztos, hogy szakmailag felkészültnek kell lenni egy adott területen. Azt hiszem, hogy az egész jelenségnek a kulcs az valahol a hétköznapiság, a jó értelemben vett egyszerűség. Olyan karakterek válnak itt általában ismerté, akik hétköznapi emberek, akikhez egy átlagos fiatal is nagyon könnyen tud kötődni, nagyon könnyen tud kapcsolódni, aki a tartalmaiban olyan problémákat, hétköznapi kérdéseket, élethelyzeteket dolgoz fel, ami egy átlagos fiatalt is foglalkoztat. Mondjunk itt példákat, ha nem is feltétlenül neveket, hanem hogy milyen tartalmakkal lehet valaki ismert. Nagyon népszerűek például manapság a főzős videók. Tehát ugye ennek van egy hagyománya a televízióban is, hogy az ilyen gasztronómiával foglalkozó tévéműsorok mindig is népszerűek és ismertek voltak. Ennek van egy ugyanígy egy tovább élő hullám a közösségi médiában is, persze más körülmények között, más, akár materiális környezetben, tehát egy hétköznapi konyhában, hétköznapi eszközökkel, nagyon sokszor egészen hétköznapi ételeket állítanak elő ezek a tartalmelektők. Egy másik példa, ami szintén mondjuk fiúk körében népszerű, az az egészséges életmód és a testépítés. És ebben az esetben, most ezen a példán keresztül próbálom elmagyarázni, ugye nem az az érdekes, hogy egy profi multimilliómos amerikai szuper testedző egy szuper gymben mutatja be a gyakorlatokat és azt, hogy hogyan lehet kidolgozni mondjuk egy testet, hanem egy hétköznapi magyar fiatal a saját szobájából, akár a nulláról elindulva 65 kilósan elkezd egy ilyen videósorozatot forgatni, és a követői, akik becsatlakoznak, azok tulajdonképpen ezen a felületen lekövethetik akár egy-másfél év után azt, hogy ő milyen eredményeket ért, és ezt együtt lehet csinálni, ugye, tehát be lehet kapcsolódni, ki lehet próbálni, könnyű hozzá kötődni, mert hogy ugyanaz a karakter tekint vissza a képernyőkről is, mint aki egyébként ezt nézőként követi. Mindig ki kell találni valami újdonságot, ami robban, vagy én is elkezdhetek most főzőcskézni otthon, felvenni, és akkor ettől sztár leszek? Az időzítésnek nagyon nagy jelentősége van, tehát hogy én most azt javasolom, hogy főzőcskézni nem biztos, hogy most kell elkezdeni. Abban az esetben igen, hogyha van egy olyan nagyon speciális különlegesség, amit ehhez hozzá tudsz tenni, és ami miatt érdekessé válik. Tehát, hogyha találsz például egy olyan egzotikus gasztronómiai kultúrát, amivel mondjuk magyar nyelven más nem foglalkozik, akkor ebből is egy fantasztikus karriert lehet kifuttatni egyrésztről, másrésztről pedig ennek a
média közegnek is megvannak a maga trendjei, divathullámai, egyébként ezek nagyon gyorsan pörögnek, tehát általában másfél-két havonta jön egy olyan műfaj, egy olyan típusú videó, ami nagyon ismert és népszerűvé válik, és akkor minden tartalom előállító leforgatja ebből a saját verzióját. Szóval itt is elég. Most épp mi a nagyon trendi? Hát most, ami nagyon trendi, megint egy nagyon hétköznapinak, és egyébként azt gondolom az idősek számára megdöbbentő műfaj az, ami ezzel kapcsolatban itt felmerül. Ezt angolul úgy nevezik, hogy mukbang videó, vagy mukbang, különböző kiejtések léteznek. Ezeket, ha nagyon csúnyán fordítjuk, akkor magyarul azt lehet mondani, hogy zabálós videók. Ezek nem szólnak másról, mint hogy a tartalom előállító hihetetlen mennyiségű gyors ételt vásárol fel, és a kamera előtt az egyik barátjával jó hangulatban, beszélgetés közben ezt az óriási mennyiségű ételt megeszik. Tehát ugye ez egy nagyon hétköznapinak, triviálisnak, akár közönségesnek tűnő műfaj is lehetne, most mégis éppen aktuális ez a trend. Mennyien néznek meg egy ilyen zabálós videót? Hát például a legnépszerűbb amerikai tartalom előállítók esetében ez 4-6 millió is lehet. Egy pár hét alatt egyébként. És akkor jól értem, hogy az nem fontos, hogy értéket vagy valamilyen pozitív dolgot közvetítsen. Ez nagyon szerteágazó, ez az érték kérdés. Én ezt nem jelenteném ki ilyen értelemben, hogy nincs ezekben a videókban érték, hát vagy hogy mindegyik érték? Értéktelen. Ebbe a konkrétan a mukbangos videóban nem tudnék most hirtelen én sem értéket felfedezni, de nagyon sok olyan tartalom előállító van, ők már picit idősebbek, tehát most jelenleg 22-23 évesek, akik felvállalnak egy társadalmi küldetést, felvállalnak egy témát, amit fontosnak tartanak, és ezen keresztül olyan tartalmakat állítanak elő, ami viszont már érték lehet. Mondok egy példát. Az egyik ismerősöm egy lány, aki egyébként YouTube tartalom előállító, egészségügyi főiskolát végzett, tehát hogy ilyen értelemben van olyan típusú szakmai felkészültség, ami egészséggel, egészséges életmóddal köthető össze, és egy pár hónappal ezelőtt olyan videókat kezdett gyártani, ami például a tinédzserkori testi változásokkal foglalkozik, vagy például a biztonságos szexuális életnek az elkezdésével. Tehát olyan témákkal, amit egyébként egy fiatal, idősebb generációval nem szívesen vagy nehezen tárgyal ki. Ebben az esetben viszont kvázi egy kortárs véleményvezér, egy kortárs tartalmelejtón keresztül sokkal befogadhatóbbá válnak ilyen érzékeny témák is. Úgyhogy abszolút lehet olyan példákat találni, ahol akár még ez az érték kategória is felfedezhető. Formailag a videó, ami most megy, mert hogy arra gondolok, hogy régen voltak a bloggerek, de azt egyrészt jól meg kell írni, másrészt el kell olvasni. Abszolút a képi tartalom most az erős. A videók nagyon minden felületen, tehát YouTube-tól kezdve Facebook, Instagram, ugye ezek mindenhol nagyon pörögnek. A másik, azt mondom, hogy talán a második legnépszerűbb műfaj az pedig a fotó. Tehát jelenleg például az Instagramon a fotóknak legalább akkora követőtábor, rajongótábor és fogyasztói közege van, mint a videóknak. Ugyanúgy könnyen megszólítja ezt a fiatal korosztályt. Azt jól gondolom, hogy nincs szükség már profi fényképezőgépre, meg kamerára, egyre meg jó beállításokra. Igen. Igen? Igen. Ez nagyon sokszor egy ilyen amatőr, hobbi, felhasználói közegből indul el, viszont akik elkezdenek sikeressé, népszerűvé, ismerté válni, ők rálépnek egy ilyen professzionalizálódó karrierívre. Tehát lehet, hogy nagyon egyszerű képekkel, nagyon egyszerű videókkal kezdték, de 2-3 év után, 1-200-300 ezer követő után gyakorlatilag a közönség kényszeríti ki azt, hogy egyre jobb minőségű tartalmak legyenek, egyre jobb minőségben. Tehát azok a fiatalok egyébként, akik mondjuk 2-3 éve ezzel foglalkoznak Magyarországon, és akik a hobbiukból indították ezeket a tevékenységeket, olyan szintre tudják magukat fejleszteni, erre konkrét példák vannak, hogy például a kereskedelmi tévétársaságok munka lehetőséggel keresik fel őket, mert annyira jól tudnak például vágni, vagy olyan jól tudnak tartalmakat ökszel, mixelni, kvázi szerkesztőként, operatőrként is, ami már abszolút egy professzionális szintet üt meg. Tehát akkor ez idővel, hobbiból, hivatássá válhat? Tehát meg lehet ebből élni? Abszolút. Tehát én megint csak magyar példákra tudok hivatkozni. Ott a YouTube tartalomelőállítóknak és az influencereknek az elit köre, ami egyébként nem egy nagy kör egyelőre, tehát pár tucat fiatalról lehet itt beszélni. Ők főállásként gyakorlatilag ezt űzik, főállású tartalomelőállítók, online tartalomelőállítók lesznek, akiknek egyébként számos forrásból vannak elég komoly bevételeik.
Egyébként honnan lett bevételük? Alapvetően igen, tehát Magyarországon alapvetően a termékszponzorációk, a különböző marketing típusú együttműködések, termékelhelyezések, például promóciós videók, márkázott videók azok, amelyeken keresztül a tartalom előállítók bevételhez tudnak jutni. Mennyire tartható fenn hosszan ez a fajta sztárság? Mert megnézzük a régi filmsztárokat, évtizedekig a pályán vannak. Ezek a netes sztárok meddig? Nagyon nehéz ezt előre megítélni, vagy előre látni, hiszen egy viszonylag rövid időszak az, amióta ők megjelentek, és amióta az ismertségük felfutott. De vannak aggasztó előjelek, mondjuk fogalmazzunk így, és ez pedig azt mutatja, hogy 4-5 évnél tovább nagyon kevesen tudják ezt csinálni, és ennél hosszabb távra nagyon kevesen tudják a karrierjüket kifuttatni. És mindig meg kell újulni valamivel? Részben igen, részben pedig, ami nagyon eltér a klasszikus sztároktól, hogy ugye a klasszikus sztárok ritkán jelentek meg a közönség előtt. Tehát leforgattak egy filmet, csináltak egy albumot, csináltak egy koncertet, és akkor nem tudom, az évnek egy pár hónapját azzal töltötték, hogy a nyilvánosság előtt voltak, de közben volt egy normál magánéletük, egy privát szférájuk, ahol vissza tudtak húzódni. Jelenleg ezek a fiatalok napi 24 órában tartalom előállítók, az azt jelenti, hogy heti 4-5 poszttal jelentkeznek, mellette folyamatosan aktívak az online közösségi média feleteken, és ez hihetetlen nyomás, tehát gyakorlatilag egy állandó jelenlét, egy állandó készenlét, ami akár egy-másfél év után is borzasztó fárasztó tud lenni, és egyébként nagyon sokan ezért nagyon gyorsan kiégnek, tehát hogy ezt 4-5 évig ezt a folyamatos feszített munkatempót tartani, és állandóan lenni, állandóan megújulni, havonta új műfajokat beemelni, kitalálni, leforgatni, kirakni, promotálni, ez bár játéknak tűnik, de hosszú távon egy nagyon komoly feladat. Továbbra is vannak hagyományos sztárok, akiknek azért jól gondolom, hogy most már muszáj megjelenniük a közösségi oldalakon. Nagyon sok esetben igen, tehát ahhoz, hogy az ismertségüket fent tudják tartani hosszabb távon, ahhoz nekik is szükségük van a közösségi média jelenlétre. Ez egy nagyon jellemző folyamat, 1-2 éve látszik ez teljesen egyértelműen, hogy a klasszikus tömegmédia sztárok is átmennek az online felületre, muszáj nekik Instagram oldalt indítani, muszáj elkezdeni például YouTube videókat forgatni, hiszen ezeken keresztül tudják a fiatalokat, az új belépő közönséget megszólítani. Mi lesz ennek a vége, hogy egyre kevésbé lesz szükség ilyen TV-interjúkra, meg rádióinterjúkra, és már csak a neten lesz minden? Részben igen, de részben ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy az idősebb korosztályokat sem szabad elfelejteni, tehát hogy a klasszikusok tartják, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, tehát hogy azért a társadalom döntő többsége még mindig abba a korosztályba tartozik, aki nem ezeket a felületeket követi, nem ezekből a csatornákból informálódik, és ennek megfelelően számukra szükség van olyan tartalmakra és olyan klasszikus csatornákra is, amit egyszerűen megszoktak, és amikre továbbra is igényt tartanak. A mostani ilyen online sztárok közül kik azok, akiket akár te követsz, akár azt mondanád, hogy ugyan nézzük már meg, mit csinálnak, mert érdekesek lehetnek. Neveket nem szeretnék említeni, de én alapvetően nem magyar youtubereket követek, hanem elsősorban az Egyesült Államok kínálatából szoktam válogatni, és ennek alapvetően az az oka, hogy ők a trendsetterek. Ez azt jelenti, hogy ők találják ki az új műfajokat, ők fedezik fel azokat az új réseket a kínálatban, amit ki lehet elégíteni, és ehhez képest Nyugat-Európa is, és egyébként Kelet-Közép-Európa és így Magyarország is máshol. Tehát hozzánk azok a tartalmak, amik népszerűek, ilyen nagyjából másfél-két hónapos csúszással érnek el. Miért van ez így? Nem tudnánk kitalálni valami jó tartalmakat, vagy nem tudnánk továbbítani a nagyobb piac felé? Az utóbbi az nagyon erős, tehát ugye a magyar piac nagyon kicsi, a nyelv az nagyon erősen lehatárolja a lehetőségeinket. Másrészt ugye ott a mennyiség, tehát ugye az Egyesült Államokban nem tudom hány százezren foglalkoznak tartalom előállítással, óriási a kínálat, abból sokkal könnyebb leszállazni azt, meg kiválasztani azt, ami is éppen érdekes és éppen izgalmas. Részben pedig a magyar tartalom előállítókban azt hiszem van egy picit egy ilyen kényelmességi attitűd is, hogy ők megszokták azt, hogy a nyugatiakat kell figyelni, és akkor abból kényelmesen át lehet emelni egy-egy ilyen újabb műfajt is akár. De akkor egyébként jó lenne nem magyarul, hanem angolul ezeket a tartalmakat előállítani? Hát... Részben adhatna, és egyébként vannak ilyen példák hazánkban is, akik két nyelven vagy csak angolul állítanak elő tartalmakat, viszont ott meg azt nem szabad elfelejteni, hogy aki
angolul kezd el tartalmat előállítani, az egy óriási piacra lép ki, viszont nagyon nagy a verseny. És nagyon sok okból kifolyólag Magyarországról nemzetközi vizeken versenyezni, meg tartalmakat előállítani, az nagyon nehéz és nagyon problémás, de egyébként vannak jó példák erre vonatkozóan is. Hány ismert magyar tartalom előállító van? Mondtad, hogy nem őket követed, de úgy nagyjából mennyien vannak, akik ezzel foglalkoznak professzionálisan? Professzionális szinten néhány tucat olyan tartalom előállító van, aki ebből meg tud élni, és aki most már gyakorlatilag főállású tartalom előállítóként dolgozik. Hát akkor ez a jövő. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, további kellemes tévénézést kívánok.